A makói zenész nemrégiben Nagykanizsán lépett fel, ami már a 38. állomása volt a Zambó Jimmy emlékkoncert turnénak, melynek nem csak fellépője, de zenei rendezője is Kóczi Lajos Luigi. Emellett meghívást kapott az egyik országos hírű magazin gála műsorára, ahol nagy meglepetésben részesült. A részletekről telefonon kérdeztük az énekest. A legkedveltebb férfi előadói díjat vehettem át. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy igazából közönségdíj, hiszen van egy újság, egy országos terjesztésben lévő újság, ahol megkérdezték a kedves idézőjelben közönséget, hogy ki tart az év legkedveltebb férfi előadójának, és nem került a választás, úgyhogy hatalmas nagy megtiszteltetés. Ez nekem is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, akik rám szavaztak. A rendezvényen több kategóriában is győztest hirdettek, például itt vehette át életműdíját Zalatnai Sarolta és Por Péter. Luigi elárulta, hogy mit jelent neki a díj. Persze az ember szereti a szakmai díjakat is, természetesen meg örül neki, de a közönségdíj a számomra az egy nagyobb dolog, mert mindig a közönség dönt. Nagyon fontos, hogy a közönségnek idézőjelben megfeleljünk, és hogy szeresse a közönség a dalainkat is minket, hiszen így válhatunk jó előadóvá. Az énekes azt is elárulta, hogy több meglepetéssel is készül a közeljövőben, melyekről a közösségi oldalán folyamatosan beszámol majd, illetve szeretné egy új dallal megörvendeztetni rajongóit, de erre csak a tavasszal kerül majd sor. Úgy örömmel számolt be arról is, hogy jövőre újabb körútra indulnak a Zambó Jimmy emlékkoncerttel, és külföldi fellépéseik is lesznek.